Van, aki meditáció révén, mások álom közben, van, aki böjt által. Mózes viszont egy égő csipkebokorban találkozott a jó Istennel. Nem is akármilyen csipkebokorban. Mózes látta, hogy a csipkebokor ég a tűzben, de mégsem ég el. És mondta Mózes, hadd térek csak oda, hogy lássam ezt a nagy látványt. Miért nem ég el a csipkebokor? Midőn látta az örökkévaló, hogy odatér megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és mondta, Mózes, Mózes, és ő mondta, itt vagyok. És mondta Isten, ne közeledj ide, vesd le saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen te állsz, szent föld az. Fura egy dramaturgia, különös egy párbeszéd. Mire volt jó az égő, de mégsem elégő csipkebokor? Ádám, Éva, Noé, Káin, Ábrám, Izsák, Jákob, sőt Hágár mind-mind találkoznak a mindenhatóval. De egyikük profétálását sem előzi meg hasonló előjáték. Miben volt más Mózes? Miért kellett Mózes látomásához a lángokban el nem égő csipkebokor abrakadabrája? Mózes látomása nem személyesen neki szólt. Isten Mózest a nép vezetésére és a Tóra kinyilatkoztatására kérte fel látomásában. Mózes proféciája nem privát látomás, hanem egy egész nép víziója. Magában a csipkebokor látomásában a zsidóság egyik legfontosabb tanítása rejlik. A judaizmus kinyilatkoztatása előtt is élt számos olyan különleges ember, aki a mindenható iránti spirituális vágyakozásnak szentelte életét. Bölcs és szent ősi alakokat testesítenek meg a Tóra történeteinek kezdeti figurái is, a teremtés történetétől egészen Mózesig. Ezeknek az embereknek a spiritualitása azonban mindig ellentmondásban volt fizikai életükkel. Érthető is a kontraverzió, hiszen a végtelen iránti belső késztetés óhatatlanul beleütközik a fizikai élet anyagiasságának és testiességének romlottságával. Kolostorban szerzetesként, a nagy világtól távol, a természet érintetlenségében, a világtól elzártan, a fizikai örömöket és valóságot megtagadva megtapasztalhatjuk a korlátok felett álló végtelent. De hogyan tudnánk ugyanezt a fizikai lét mindennapjaiba belefolyva megtenni? Mózes látta az égő csipkebokrot. Ezen még nem lepődött meg, hiszen nem lehetett ritka látvány a lángra kapott bokor a forró sivatagban. Átvitt értelemben Mózest nem lephette meg, ha Isten és a spiritualitás közelsége valakit lángra lobbant és tüzes vágyakozásra fogja. Az igazán meglepő jelenség az volt, hogy hiába lángolt a bokor, mégsem égett el. És mondta Mózes, hadd térek csak oda, hogy lássam ezt a nagy látványt. Miért nem ég el a csipkebokor? Mózes azt csodálta, hogy hogyan lehet az Isten iránti vágyakozásban lángolni és mégsem elégni. Hogyan lehet a legmagasztosabb spiritualitást az anyagi világ megtagadása nélkül megtapasztalni. Mózes első látomása a judaizmus talán legfontosabb tézisére mutatott rá. Számos vallás tanítja a transzcendens értékek felismerésének fontosságát az anyagi hétköznapiasság fele. Számos irányzat tanítja a böjt, a cölibátus, az elvonulás értékét, a világi hívságok béklyóitól való felszabadulás jelentőségét. A zsidóság azonban ennél többet tesz. A judaizmus szerint az élet értelme a fizikai világ megváltoztatása és nem annak elhagyása. A kézzelfogható létezés felemelése, nem pedig az attól való szabadulás. Égjen, égjen az a csipkebokor, de soha ne égjen el. Ez jó volt, nem? Én is élveztem. A Tórából mindig lehet valami újat tanulni. Ha szeretnél hasonlókat megnézni, kattints ide. Ha pedig a legfrissebb videókról is szeretnél értesítést kapni, csatlakozz a csatornánkhoz. Csak annyit kell tenned, hogy ide kattintasz.